Tehát mi rabas szociális írásaiból olvasunk, mondják az oldalszámot, a könyvből. A cikk címe, annál jobban kínoszták őket, ez a címe a cikknek, és a mondat, amivel kezdik, az az, hogy ilyen módon az embernek választása lett, egészen a dolgok végezetéig. Tehát ilyen módon az embernek egy választása lett, hogy lerövidítse az idejét a szenvedéseknek. A, az idő kiterjesztésével, ahogy ezt mondtuk, a mennyiségre koncentrációval, amely gyakorlatilag a kínnak az érzékelése által, hogy távol van a teremtőtől. És tudnunk kell, hogy egy nagy különbség van a mennyiség és a minőség között, amely a munkában megnyilvánul. Ami az idő minőségének tekintető, amikor az ember el tudja rendezni a saját idejét, azaz megfelelő módon e, időt tud szentelni a teremtő munkájának, még ha erre kényszerít is magát, azaz amikor a, a, amikor a test egyáltalán nem akarja látni azt az időt, amit az ember e, a napközben a teremtő munkának szentel. É, és a test távol tartani a teremtőtől a munkától, azonban ha elegendő erejű vágya van az embernek, akkor képes megtartani azt az ütemezést, amit maga elé állított a teremtővel a munkával kapcsolatban, és ez a cselekedet lényege, amely cselekedeteken keresztül az ember, bár erőlteti magát, mégis a teremtőért tud tenni valamit. Minőségeit tekintve azonban ez nagyon nehéz elérni, mert az ember nem tudja önmagát kényszeríteni arra, hogy másképp érezze magát, mint ahogy érzi magát egyébként. És hogyha az ember megvizsgálja a saját érzéseit, a fájdalommal és a kínnal kapcsolatosan, akkor látja, hogy a valódi fájdalmat a teremtőtől való távolság okozza, és gyakran eljut az ember abba az állapotba, amikor, amikor nem tudja, hogy mit tegyen, mert képtelen megváltoztatni az érzéseit, ahogy érzi magát, és akkor az ember megzavarodik, és ez okozza a számüzetésnek a meghosszabbítását, mert nehéz a teremtőnek megadni a megfelelő, nehéz az embernek elérni a megfelelő minőségi közeledést a teremtőhöz és amikor az ember elkezdi megvizsgálni a hiányának a minőségét, akkor láthatja, hogy érzi vagy nem érzi belőle a fájdalmat. Ez láthatóan öntudatlan állapot, és bár a távolság a teremtőtől azt jelenti, hogy az ember nem érzi az életet, nem mindig okoz neki ez fájdalmat, mert nincs, és akkor nincs más választása az embernek, mint hogy a teremtőhöz fordulni, hogy adjon neki egy életet, amit ha máshogy nem, a fájdalmon keresztül érzékel. És ha kell, akkor adjon egy... Ez olyan, mint egy nagyon veszélyes betegség, ahol nem érezzük a betegség szintjét. És gyakran eljutunk egy olyan állapotban, ahol Valóban látjuk, hogy nincs meg az, me az megerősítésünk, hogy képesek legyünk ezért dolgozni, ezért e egy teljes e semlegeség állapotába kerül az ember, amikor az ásványi szinten vegetál, azaz teljes egészében érzelemmentesen hever a porban, és ebben az állapotban kizárólag a körülötte lévő közösség tud segíteni az embere. Más szóval, amikor az ember barátok között van, és nem kritizálja őket semmilyen módon, nem teszteli őket, hogy hogy érheti el ugyanazt az abstrakciót a gondolataiban, és hogyan tud túlkerülni mindenen, tehát hogyan tudja megszerezni azt a fajta érzékelését, hogy hogyan tud a parancsolatokkal és a tórával foglalkozni, hogyan lehetséges mindez, és ezzel egy időben az ember nem tud semmilyen segítséget szerezni a közösségtől, mivel nincs összetapadásban a közösséggel egyáltalán, túl kicsi a barátaihoz viszonyítva, és ezáltal természetesen nem kap tőlük elegendő befolyást. Ez, tehát, ha az ember elér a barátaik között van, nyilván nem úgy, hogy felemeli a a fejét, hanem sokkal inkább azt érzékelve, hogy követi az összes szabályt, amit a közösség előír neki, a szegények megközelítésével, azaz, nem azért, mert érzi, hogy nem érzi a szükségességét a spiritualitásnak, és nem is büszkeségből, tehát nyilván nem lehet bölcsebb, mint az egész közösség. Akkor egy paragrafust ugrunk, Mondja a srác. Egy. Tehát a felső szavak alapján megérthetjük azt, hogy ez ugyanaz a probléma, amit a, amit a bölcseink úgy fejtegetnek, hogy az Úr képes felgyorsítani valaminek az idejét. Tehát, ha valaki kiérdemli, akkor felgyorsítja az időt. Tehát, ha nem, akkor pedig a saját idejében érkezik az ember, ez minden. Tehát, nyilván a teremtőtől való felébresztés, az vagy az, és az és Izrael megváltása az vagy az időben, vagy az idő felgyorsításával érkezik meg. És, és ez a, az Ohár könyvének bevezetőjében írva van, hogy az embernek nyilván a megváltás idejét kell várnia, és írva van, hogy a megváltás ideje előtt az ima nincs elfogadva, mert ez a mennyiség és minőségi megközelítés ez szer kapcsolatban az élet minőségi és mennyiségi összetevőivel. Tehát mi le tudjuk rövidíteni az időt. Mert a teljes mennyiséges és minősége, amely a tulajdonképpen a megjelenő szenvedések értékelésére vonatkozik, az összes szenvedések egy rövidebb idő alatt érhetik el az embert, és az összes szenvedés megjelenhet ugyanabban a rövid időben is, ha az ember nem jól gyorsítja fel az időt. Na hát először a barátot fog kérdezni, mondja. Én olvasom, ami írva van, de nem értek belőle, egy büdös szót sem mondja, Tehát itt pontosan arról beszél, hogy el kell élni egy állapotot, hogy, hogy, nekem, hogy nekem mindegy, mi történik. Na de hogyha mindegy, mi történik nekem, akkor hogy kapcsolódok én a közösséghez? Hol van az az érzelem, ami engem ebből az állapotból kibillent? Ebből a minden-mindegy állapotból. Rav. Minden változás, ami történik, ami megjelenik, az kizárólag a felső fény által történik. Ne felejtsétek ezt el. Tehát nekem van a, gond, a gonosz hajlamom, aztán a tóra, mint fűszelem a megváltás érdekében. De mit jelent ez? Az, szóval, hogy nincs lehetőségem bármit megváltoztatni az életemben, kizárólag csak úgy haladok előre, mint az állatok, mint a bestiák, egy programnak megfelelően. És a haladásom során e, tulajdonképpen, mint egy ásvány élek először, vagy felébredek, magamra ébresztem a fény, egy, egy kiegészítő erőt rántok magamra, amelyet fénynek nevezünk, de csak azzal a feltétel tudom e, megtenni, hogy ez majd engem reformálni fog, azaz, vagy az életem ebbe az irányba megy, és akkor semmi nem segít nekem, hanem várok a, fel, a fölülről jövő változásokra, és az ember azt gondolja, hogy ő tesz valamit, közben nem tesz semmit, minden elrendésben marad, az ember csak zavarodtságot érez, ez az, ahogy az életemet befejezem. De ha én valóban hozzá akarok adni valamit az életemhez, egy, egy uh, keretmunkát akarok hozzáadni. Ez azt jelenti, hogy reformáló fényt kell magamra vonnom. Ez az, amit én hozzá tudok adni. De akkor mi is az a reformáló fény? Hogyha én reformálódni akarok, akkor ez a fény hozzám adódik. Hogyan érthetem meg, hogy mit kell reformálni, nem tudom. Mondják, hogy adakozás, de csak mondják nekem hogy van valami, amit én nem értek, interpretálom valamilyen módon ezt, de nekem ezt mondták. Tehát, amit viszont láthatok, hogy a csoport középpontjához kell kapcsolódnom, és akkor a, ilyen módon a teremtő a saját sorsomat, jó sorsomat a kezembe adja, hogy én valóban a csoport középpontjába integrálódjak, hogy valóban egy olyan ápotba akarják kerülni, ahol a csoporttal egyesülök, és egyszerűen nyeljen el engem ez. Ilyen módon akarjam ezt megtenni. És akkor én elkezdhetek ilyen módon dolgozni. És akkor, ha én helyes módon cselekszem, egy kölcsönös adakozásban, akkor ezen keresztül én elkezdhetem megkapni a reformáló fényt. Miért ezen keresztül? azért, mert egy bizonyos edény jelenik meg, amin belül érezhetek mindent, és képes lehetek felfedezni azt, hogy az emberek, van egy csoport ember, aki össze akar kapcsolódni, és az egységünk keresztül egy új illuminációt újra új kapni. És ez azt jelenti, hogy nekem az előadásom a kapcsolat irányába lehetséges, csak is kizárólag. Az előrehaladás erre a kapcsolat felé, még egyszer mondjam, hogy ez jó vagy rossz, hát az attól függ, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És itt van a kérdés, hogy nekem állandóan eh, annak a tapasztalásában kell lennem, hogy, eh, hogy eh, állandóan annak a ráébredésében kell lennem, hogy mi tekintető jónak, és mi tekintető rossznak az én állapotomban. Tehát, hogyha én a vágyamban én jól érzem magam, akkor oké, okay, ezt mindig a gyomromban érzem jól magam. Ha valami jó nekem, akkor jól érzem magam, rossz nekem, rossz érzem magam. Tehát ez mind annak érdekében történik, hogy én mit szeretnék elérni. És akkor itt a ellentmondások jelennek meg, tehát annak megfelelően, hogy amit én teszek, annak megfelelően fogok eredményt kapni. Tehát ezek a vizsgálatok így kezdődnek, és a korrekció maga az nyilvánvalóan ennek megfelelően kezdődik. Akkor egy kérdés. Mikor én eljutok a csoporthoz? akkor nem, én nincs hiányom, nem érzek semmit. Tehát én a csoporthoz kapcsolódom, és akkor a csoportban megyek. Hát persze, hogy nincs, nincs, nincs. Nincs csoportra hiányod, persze, hogy nincs. Hát miért mi lenne neked ez attraktív, hogy egy csoportemberhez tartozol? Tehát nem a rokonaid, nem a gyerekeid, akikhez kapcsolódsz, ez egyfajta emberekből összeálló csoport aminek a fogalmas nincs, hogy mit kaphatsz tőlük. Természetesen lövésed nincs. Miért nézel így rá, hogy nincs igazam, mit mondok? Tehát azért, mert egyfajta okos emberek vannak itt, és azért csatlakozol hozzájuk. Hát nézd meg az arcokat, mondja Rav. De a felső fény az ad egy vizsgálati lehetőséget, és akkor rá fogsz jönni, hogy ők a te lelked részei. És ez a felismerés... Ja, és akkor szétnézel, is ezek az én részeim. Magyar mosolyogva. Azért, mert te az arcokat látod most, na, de közben a belső értékeiket kellene látnod. Ha csak oda Mit jelent az, hogy... Hogy, ne... hogy elérem azt, hogy nem az időben bezárva megy a fejlődésem, hanem egy bizonyos idővel fölpörgetem a azt. És akkor a szenvedéseket beteljesítve fölpörgettem az időt. És itt a kérdésem mondja a cika. Mit jelent az, hogy felgyorsítos leültem az időt? Hiszen ott 20-30 évet töltök el, akkor is a szenvedek, vagy nem szeretek, akkor is 30 év kell, hogy megértsem a kabalát. Akkor miről van itt szó? Ne, nem, 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 magyarok. Itt ez másképp van természetesen, amit most ezt látod. Mit jelent az, hogy a szenvedés felgyorsítja az időt? Mit jelent ez? és hogy a vizsgálatok felgyorsítják az időt. Nekem el kell kezdenem érezni a rosszat az én megszerzési edényeimben. Hogy egyedül nem jó, a többiekkel meg jó. Tehát, hogy tehát jó a csoportba befogadata lenni, hogy ez mind ellenében megy az én anyagomnak, az én minőségeimnek. Mert én nem vágynék erre. Tehát, hogyha én ellen megyek a vágyamnak, akkor, akkor a szenvedés másképp kell, hogy megéljem. Az ember nem képes elnében menni a szenvedésnek. Mit jelent az, hogy a szenvedés elnében megy? Amikor szenved, szenvedést érzek vala, akkor nem lépek be. Tehát csak azzal a feltétel, hogy én valóban magasztosabb célom van, akkor képes vagyok a magasztosabb cél miatt túlkerülni valami, akár még egyfajta szenvedésen is, de ha valahol veszélyes hely van, meg kellemetlen, akkor megpróbálok onnan elmenekülni, mert ez egyszerűen ösztönös. Tehát én nem vagyok ilyen értelme hős, hogy megpróbálok ott maradni, ahol veszélyben vagyok, tehát akkor nekem hogy adódik meg az, hogy folytassam a munkámat? Hogy hogy egyfajta jutalom érdekében haladok előre, tehát minden bestia így működik, minden állat. És az ember is ezt csinálja, én is ezt csinálom, magyarabb. Ezért nekünk... Ahhoz, hogy előre adjunk a teremtő felé, nekünk ellenében kell valamit tennünk a megszerzési vágyomnak. És azt még úgy kell megtennem, hogy nem tudom igazolni a teremtőt. Tehát amikor én ellenében vagyok a megszerzési vágyamnak, tehát kell integrálni a többiekkel, a közösséggel, a csoporttal, hogy együtt legyek velük, hogy magamra vonjam, amit ők akarnak. Nekem ez semmilyen igazolásom nincs, hogy miért akarom, hogy miért jó ez nekem. Tehát én nem látom pontosan azt a célt, hogy fogom elérni, és hogy valóban nekem jó kimenni és megtenni ezeket a dolgokat, és megtenni, amit ők akarnak. Tehát elmegyek a konyhába, a nekik, meg zöldséget, de ott nincsen igazolás, hogy Ugye itt teljesen mindegy, hogy. Ugye nem látom az visszaigazolást, mert én nem tudom átváltani a szamarat egy tehére. Ugye? Mert ez is egy állat. És ezért mit kell tennem? El kell jutnom az imához, a sokasság imájához, amiben mit tudok kérni? Az, hogy adjon nekem erőt a teremtő az adakozáshoz, amely azt jelenti, hogy. Tehát én adakozni akarok minden jutalom nélkül, ez a szándékom, ami azonban ellenében egy piszkosul az én ö, alapvető természetemnek, mert hogyha én állandóan azt várom, hogy mit kapok vissza, akkor azért ö, teszek valamit, ö, tehát te például adsz nekem, Fika. Tehát, hogy valami... Azt mondom nekem, hogy olyan tíz is van az Ugye ennek a nekem értékes lehet, hogy 10 adakozok valamire, ha ezt kéred tőlem. Ha 1000 sékelt ki ezt tőlem, akkor a megszerzés vágyam megállít ebben. De mégis itt arról van szó, hogy nekem úgy kell valamit adakoznom, hogy nem kapok érte vissza semmit. Még a számításokat sem tudom elvégezni. Tehát ilyen a világban nincs ilyen cselekedet, ahol minden, mert nekünk minden egyes cselekedetnek kell, hogy legyen valami jutalma. Tehát mindig valamit vissza kell, hogy kapjunk, különben adok, 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 és minden alkalommal áramlik el tőlem az energia, és akkor meghalok. A mi világunkban ez nem létezik, de a spiritualitásban létezik, magyarok. Ez az az erő, amit nekem meg kell szereznem, ahol adakozni tudok majd, anélkül, hogy bármit visszakapnék. Hogyha valóban illuminációt, ragyogást kapok ebből az állapotból, egy újfajta, jeles, egy újfajta minőség jelenik meg bennem, ez azt jelenti, hogy én valóban a LISMA állapota felé tudok haladni, azaz, tudom kérni a teremtőtől, hogy add meg nekem az adakozásnak az erejét. Minden, visz, minden viszonossági megszerzés nélkül. Én valóban okosak akarok lenni, én érzékenyek akarok lenni, én meg akarom érteni. Valóban meg akarok érteni mindent, annak érdekében, hogy adakozni tudjak. És ebben az adakozásban én meg tudok kapni mindent, amire szükségem van. De csak annak érdekében, hogy adakozzak. És akkor... Én megkapok egy képességet. Oké, de amikor azt mondja... Hogy megkapom az adakozást, de hát én nem akarok adakozásról beszélni, nem tudom, mi az. Nem, nem, nem. A lisma és az adakozás, és ugyanaz a dolog? Oké, de amit ön mond... Az teljes egészében azt jelenti, hogy én kívül krúgva a megszerzési vágyamból. Tehát, hogyha fél évig ezt csinálom, akkor én eljön az adakozást? De ez nem, az, nem úgy van, hogy mindent megszorítok és minden visszautasítok, mert ez nekem kárt okoz. Oké, de anélkül, hogy lenulláznám magam. Akkor elhihető a lismátból a, a, lisma értéke így az, hogy lenullázom magam, mégiscsak a, kül, a csoport felé, és nem magam számra akarok megszerezni? Nem, hát az eltörlöd a megszerzési vágyadat, ezt, ezt nem tud megtenni, mondja Ha te eltörlöd a megszerzési vágyadat, mivel ez rossz neked? Oké, na de én azt látom, hogy a megszerzési vágyamban csak csapásokat kapok. Akkor inkább megszorítom. Várj, vár, várj. Vár. De ez egy egoista számítás, mondja rá. Ha azért szorítod meg magad, a csapásokat. Hát jó, tehát azt érzem, hogy rossz nekem a dohányzás, akkor meg van a bajni. De hol van ebben az adakozás? Oké, okay, akkor minden megtetek a megszólítás nélkül? Vagy hogy van ez? Tehát nekem van százezer rossz hajlamom. Van, amelyik az egészségemet rombolja, van, amelyik a másiknak az egészséget rombolja. Tehát megértem, hogy ez nem jó. Tehát nekem dolgozni kell magamon, változást kell kérnem. Tehát, ha jó ember akarok lenni, akkor ezt kell tennem? Nyilvánvalóan ez, ha én magamnak károkat okozok, akkor ez valóban a spítojtásnak mérősülne? Oké, na de, hogyha a csapásokat kapok... Hát, ha én nem viszonyossággal apont teszem ezt, akkor, akkor... Akkor mit, akkor hogy van ez? Jó, de hát ez történik a 20 évben, amit említett. Hát mi más kell tennem, hogy le tudjam magam nulláz, azon túl, hogy lenullázom magam, és meg kirugni kirúgni magam a saját vágyamban. vágyamból. És akkor ezek a csapások engem elérnek, akkor mi más tudok tenni, mint lenullázom magam? Azért, mert ha elrohansz a csapások elől, ez nem a helyes cselek, cselekvés. Akkor mit kell tennem, kérdezi a? Neked meg kell értened, hogy ezek nem csapások, hanem kegyelme. Kegyelmi, cselekmények. Ezeket úgy kell hogy a teremtő kegyelme ér el téged, mondja rag. Tehát én megmondom neked, hogy a te cselekedeteidnek nem a megszerzési vágyból kell származniuk, ami a jó és a rossz döntéséből számít, hogy mi a jó nekem, mi nem jó nekem, hanem az adakozási szándékból, ami arra irányul, hogy mi a jó a teremtőnek. Ennek megfelelően kell egy döntést hozni. Ezt hívjuk szűrőnek. A szűrő az, hogy én felé irányulok, azzal a számítással, hogy én a saját magammal nem is számolok, mintha nem is léteznék. Én teljes egészében az ő irányába haladok, mit nevezünk megszállításnak. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve én nem akarok kapni semmit, semmilyen számítást nem akarok elvégezni, nem számolok semmilyen belső irányultsággal csak annak arra az a számok, hogy felé adakozak Ő az én célom, az én minőségem, a, minden, amit, a, amit én edénynek minősítek, és minden, ami vágyomnak minősítek, és mind arra fordítom, hogy neki örömet okozza. Tehát, én mindent használok, amin van, de a jó és a rossz fogalma helyett csak felé irányulok. És ennek megfelelően hozom létre az én számításaimat. Cvika. ami azt jelenti, hogy mindenek előtt az ő, az edényeimben őt akarom érezni. Az ő minden hiányt tőle akarok megkapni. És később ezáltal pedig elkezdem alkalmazni azt, ami, ami valóban, mintha az ő hiánya lenne bennem. Oké, na akkor az első két hónapig ugye ez az ember meg tudja élni. Hát ez az, amikor az, a, az anya... Oké, okay, de lehet, hogy 5-6 évig történik ez. Én emlékszem, hogy az első két-három évben nem éreztem ebből semmit, amiről, amiről beszél. Tehát hogyan kell vise. hogy oké, okay, van, -e, lennulázzam magam a barátaim irányába, annak érdekében, hogy képes legyek összekapcsolni velük, de mit kell tennünk ezen túlmenően az első években, akik itt vannak, a lenulázatosan kívül? Mi mást kell tennem? Oké, okay, legalább a kezdetén. Mit kell tennem a lenuázáson kívül? Még a melikus cselekedeteken keresztül is mindenféle közös cselekedetben kell részt vennem a barátaimmal. Terjesztés, tehát lehet előnyös a számomra, hogyha kezdetől kezdve így kapcsolódok a terjesztéshez? Ez lehet a terjesztés is, meg a kumpipucolás is lehet. Oké, de ha terjesztésről beszélünk. Hát ugye 50 ember pucolt a krumplit például húsvétkor. Ne, nincs minden a húsvét, mondja a Cvika. Tehát lehetséges, hogy a terjesztés nekem valóban előbbre vigyen felgyorsítsam az időt az én szenvedésemmel, tekintetében. Tehát, hogy én a szívemmel, lelkemmel azt kérhessem, hiszen nagyon sok kérdés merül fel bennem, állandóan keresek kifogásokat, hogy mit, miért nem akarok megtenni. A kifogások... Milyen kifogásokról beszélsz? A terjesztése kapcsolatban milyen kifogásokról beszélsz? Hogyha én lenulázom maga, a barátok szeretete irányában, akkor nyilván a teljesztés irányában is könnyebben el tudok indulni. Ez azt jelenti, hogy egyre kevésebb csapás kaphatok a spiritualitásban, Rav? Természetesen a, szenved, a terjesztés alatt le kell nullázod az értelmedet, és az értelmet fölé kell emelkedned, hogy végső soron a barátaink kezdenek, azt kell kérni, hogy a barátok kezdenek össze kap, kapcsolni, és ezáltal örömet tudok okozni együtt a teremtőnek. Na, adjatok a hátra egy mikrofon, mondja Rav. Itt azt írja, Rabas, hogy nincs más, mint a teremtőhöz fordulni imával, hogy mint, aki valóban halálosan betenek érzi magát, és segítséget akar kérni. De nyilván az embernek ezek a negatív érzékelések, ugye, az meg kell, hogy kapja az embernek azt, hogy mit jelent az, hogy a teremtő imádkozni, mint a halálosan beteg ember lennék, és hogy meggyőjtsa a lelkemet. Mit jelent ez pontosan? Én látom, hogy a barátai mennyire össze vannak kapcsolódva, mindenféle műveletet tudnak létrehozni, cselekedeteket, segítik egymást. Látom, hogy ők mennyire közel vannak egymáshoz, mennyire értik egymást a tanár. És akkor én hozzájuk kapcsolódni, de nem érzek velük kapcsolatot. Nem érzek semmilyen fajta megosztott részvételt az ő életükben és létezésükben. Tehát én egyedül érzem magam magányosan, betegen. Nekem nincs meg a kapcsolatom velük ilyen értelemben. Tehát ezért kérem a teremtőt, hogy mutassa meg nekem, hogy ez mennyire nem jó. És akkor én egy, egy, bizonyos fajta individuális dolgot élek meg, és ugyan, és akkor nem érzem, amit ők éreznek. Én, én látom, hogy ők milyen közel vannak egymáshoz, látom, hogy megvilágítják egymást, hogy ragyogást adnak egymásnak, Látom, hogy van egy missziójuk, amit én nem élek meg lehet, hogy én keményebb vagyok, lehet, hogy még egoistább, még nem tudom pontosan, mi a rossz bennem, de én integrálódni akarok velük. Ezt nevezzük úgy, hogy a közösség be van állítva az én számomra, és, a, és meg kell ezt tennem, mert különben nem vagyok befoglaltatva a közösségbe. Tehát most erről a közösségről beszélek, itt van, nem is a világról beszélek. Tehát hány emberről beszélek? Mondjuk 500 ember, oké? Okay? Hány férfi? Már Há, nincs is még ennyi sem, mondja és a közösség az nyilván akar összekapcsolódni. Mi nyilván azokról beszélünk, akik össze akarnak kapcsolódni, akik valóban érezni akarják, hogy ez a felső erő feltárulása egyetlen emberként, egyetlen egy szívvel, ez egy feltétel a feltárulásnak, tehát én érzem, vagy nem érzem, de valószínűleg, hogy nem érzem. Tehát én megpróbálok összekapcsolódó barátokkal együtt lenni. És akkor, ami nem sikerül, majd mindig úgy döntöm, hogy oké, még nem sikerült, majd legközelebb. Tehát cselekedeteket teszek, hogy valóban ne feledkezzek el, arról, ami vagyok. És akkor kiderül, hogy én elkezdhetem látni, hogy mennyire nem vagyok korrigált. És akkor gondolkodok azon, hogy hogy a teremtőtől, hogy adja meg nekem a gonosz hajlomomnak a feltárulását. Tehát hogy kell megélnem az, hogy össze legyünk kapcsolódva mert ezt hívjuk a gonosz feltárulásának. Tehát Hú, ezt most nem hallom. Most hallom. Tehát, tehát mi mindig arról kell, hogy beszéljünk, hogy a közösség milyen nagyszerű, és ez az, amit nekem magamra kell mondom, a nagyszerűségbe lehető fényt. De... Ez nem azt jelenti, hogy én a, hogy én a szenvedést kérem, hanem a gonosz felismerését kérem. Nyilván ez nem lesz nagyon kellemes dolog. És akkor a ez egy hatalmas örömet ad, hogy én valóban így akarok irányulni mindenre, és ez az, ami engem kivezet egy bizonyos állapotból, és amely aztán örömet ad majd nekem. Oké, a hadarába kérdezi egy tanuló, hogy a célnek a nagyszerűsége az nem azt jelenti, hogy egy nagyobb megszerzési vágy fog benne megnyilvánulni a szenvedésektől való menekülés irányába? Hát természetesen igen, Magyarab, de ez jelenti a lolismából a lismába való haladást. Tehát én előre akarok haladni, és hogyha nem ébresztetek magatokra a megszerzési vágyat, akkor nem tudok elérni semmit. Akkor nem értitek meg pontosan, akkor amit elvetném az életedet is. Tehát neked kell az, hogy az egód növekedjen a bal oldalon, és a jobb oldalon pedig a kegyelem. Tehát uh, nekünk a kölcsönös edényt kellett felépíteni a húsvét ünnepeken, tehát hogyan tudjuk mi ezeket az edényeket a csoport középe felé irányítani? A kölcsönösen felfedezett edényeket. Hát ez majd eljön még, ezt nem tudjuk pontosan mondja Hát itt több cselekedet kellett végrehajtanunk ugye a húsvét alatt is. És valóban komoly kapcsolatot értünk el egymással. És most azt az időt, annak az ideje van itt, hogy, hogy, hogy még több külső cseget hagyjunk végül a, te, a terjesztés területén, és én remélem, hogy ezáltal a következő néhány hétben mi valóban elkezdjük érezni az eredményét, mind a húsvétnak, mind pedig a külső terjesztésnek. Olvassuk ezt a cikket az elejétől a végéig, Magyarov. Van időnk. Én azt gondolom, hogy ez értékes lehet. Mivel nagyon sok dolog van ebben, a kezdetétől kezdve, tehát akkor olvasjuk az elejétől. Nekem mennem kell, mondja rav, mert egy fontos tengeren túli hívásom van Amerikából. Tehát, tehát, és több szenvedést okoznak, nekik rabasírása. Írva van, hogy minél, minél több szenvedést kap az ember, annál jobban szétterjed benne, a munkára való igény, és egyre jobban megfelelhatszik Izraelnek a hangja. Tehát minél nagyobb szenvedést okoznak nekik, ez megsokszorozza a, a, szenvedés által okozott vágy felemelését és ez úgy tűnik, hogy ha bár itt egy feltétel jelnik meg, hogy az ember nem tud megsokszorozni, nem tudja megsokszorozni a munkában az erejét, mielőtt ne érkezne el a szenvedés az emberhez. De meg kell, hogy érezzük, hogy ez felülről eleti így elrendelve, tehát tudnunk kell, hogy hogy nem tudjuk pontosan mi a lényege ennek, ez el van magyarázva az elejtől kezdve, hogy a mi megszedési vágyunk az oka mindennek. Tehát az, hogy mi állandóan az akaratunk kielégítésére törekszünk, ez nyilvánvalóan az, amikor ki akarjuk tölteni magunkat, az nem tekinthető munkának mert honnan akarunk jutalmat szerezni, csak erről szól. Más szavakkal a munka, a valódi munka egy olyan cselekedet, amikor az ember már nem elkerülni akar valamit, hanem, hanem mert nyilvánvalóan akkor nincs más választása az embernek, hanem amikor, valódi, amikor valódi döntést tud hozni, hogy miért teszi, és nyilvánvalóan a jutalom az tekintető a vágy irányultságának, és hogy a vágy valójában ennek a jutalomnak az elérésére irányul. A valódi sóvárgás azonban azt jelenti, hogy, hogy, ez a dolog annyira mélyen megérint az ember szívét, ami jutalomnak tekintető, hogy inkább meghalna az ember, mint hogyha nem tudja elérni ezt a vágynak a tárgyát. És ezt követően, hogy ha, ha az emberek nincs szenvedése, vagy, vagy e, e, sóvárgása azzal kapcsolatos, amire vágyik, az nem tekintető valódi sóvárgásnak, ha nem szenved az elérésnek a hiányától, tehát nyilvánvalóan a sovárgás az a szenvedéssel mérhető, amit azért érez az ember, mert nem ért el a vágyai tárgyát. És ezt követően, hogy ebből következik az, hogy amikor az ember el akar élni valami fajta megelégedettséget, akkor először hiányt kell generálnia, és ez azért van így, mert nincs fény edény nélkül, és senki nem tudja kitölteni, és nem tud érezni senki egy hiányt ennélkül. Például valaki nem ehet étvágy nélkül, Na, ezt most nem tud pihenni fáradtság nélkül, és ezért az ember nem szenvedne az egyiptomiak miatt a testében, hogy, és nem okozna ez neki fájdalmat, hogyha nem kötelezne, kötelezné valami arra, hogy ezt megtegye. Tehát a megszeretésnek a gyökere az emberben az az önszeretet, és ez tekintető úgy, hogy egyiptom, és nagyon sok nemzet van, amelyek általánosságban 70 nemzetnek nevezünk, és ők, ellentétes, ők jelentik az ellentétességet a kedusával. Ez a 70 szférának felelhető meg, ahol minden szféra az 10 szférát tartalmaz, a 10 x 7 az 70 nemzet, és minden egyes nemzetnek megvan a saját egyedi vágya. Az egyiptomi klipák azok az általános klipákat jelentik, amelyek gyakorlatilag a szentség ellenében dolgoznak, a szentség érzének a klipának az erejét. Izrael gyermekei, amikor egyiptomban dolgoztak, akkor a klipák segítettek ki a korrekcióban, azaz, először nekik a kínokról kellett tudni leválni, hogy, mert nem lenne képesek kiszállni egyébként a klipák irányításáról, nem éreznék a szenvedést. Az hát az írva van, hogy izrael gyermekei felnőjnek a munkától, és sírnak a teremtőhöz, és a sírásuk eljut egészen a teremtőig, és a teremtő meghallja az ő sírásukat, és nekünk pontosítani kell ezeket a szavakat, mivel a munka, az kettős jelentésű, el kell magyaráznunk, hogy mindent a munka oldaláról kell értelmeznünk, azaz, ők nem voltak még képesek a teremtőért dolgozni, valóban, ők szenvedtek, és az ő szenvedésük abból fakadt, hogy nem voltak képesek a munka, nem voltak a teremtő munkát végezni képesek, és a klipák miatt, az egyébként klipák miatt történt ez. És ezért van írva, hogy a munkavégzés miatt kétszeres nehézséget éreztek. Egy nem csak azért, mert, hiány, mert hiányuk volt a hiányban, hanem egyetlen dologban volt igazán hiányuk, ők semmilyen luxusta vagy fizetségre nem vágytak, az egyetlen hiányuk, amit éreztek, és amivel szenvedtek, az az volt, hogy nem voltak képesek tenni semmit a teremtő érdekében. Más szavakkal, ők azt kívánták, hogy hogy jelenjen meg nekik a... Volt egy olyasmi vágyuk a teremtőnek való öröm okozására, tehát hogy nem maguknak akartak örömet okozni, de ezt képtek voltak elérni, és ez szenvedést okozott nekik. És ezt nevezzük úgy, hogy valaki meg akar ragadni valamit a spiritualitásban. A kettes pont, a második az pedig a munka miatt, amiatt van, hogy a munka tanít bennünket, és arra, hogy hogyan kell a teremtő felsírni, mert a teremtő meghallja ezt, mivel, az, az egyetlen valódi hiányon dolgoztak, és akkor ez ez a munka érdekében másokra kell irányuljon, és kiderül, hogy a teljes számüzetés, amit éreztek, az kizárólag azért volt, mert a klipák uralma alatt voltak Egyiptomban, és nem tudtak tenni semmit annak érdekében, hogy adakozzanak. Írva van az óhárban, hogy Jabi Juda mondta, hogy gyere és Lás. És ez így van. Rabbi Joshua, a Szaknim mondta, hogy amennyire, amilyen mértékben Izrael felett uralkodott az Egyiptom minisztere, Izraelnek a sírása nem tudott megjelenni, felsírása. Amikor a miniszter lezuhant a saját helyéről, elveszett a jogait, Izrael elkezdett tudni felsírni és akkor izrael gyermekei felnyitak a munkától, felsírtak, és a sírás eljutott Istenig. Mivel a, a munka miatt, de addig nem volt válasz az ő sírásuklamenyekből, és ebből azokból mondhatjuk, hogyha nincs itt az ideje annak, hogy egyiptom miniszterre lezúrjon a, a trónjáról, akkor nem lennének képesek Izrael gyermekei kivonulni a számüzetésből, mert le van írva, hogy nagyon sok nap telik el, amíg Izrael Egyiptomban tartózkodik, amíg eljönnek a napok végei, mivel a számüzetésnek teljessé kell válnia, mit akar ez mondani, hogy így Egyiptom királya meg nem hal. Mit jelent az? Ez azt jelenti, hogy Egyiptom minisztere az a ki nem zuhan a, a, saját büszkeségéből, ezért ír az írás arról, hogy Egyiptom királya meghalt, mivel, mivel az, ami történik vele, az halálnak tekintető, és amikor Egyiptom királya és az ő minisztere lezuhant, a teremtő már emlékeztetni tudta Izraelt önmagára, és ezáltal Izrael kezdett növekedni. A Zohar fölteszi ezt a kérdést a versben, hogy a, a te szolgálulányod Magára tudja vonni ezt a feladatot, azaz, mielőtt minden megtörtén a maga helyén, lehetetlen elérni a másképp a tökéletességet. És kiderül, hogy te csak kifogásokat támasztasz, és minden dolog, amin keresztül kell mennie valakinek, az csak a szenvedésen keresztül tapasztalható meg, és ez, ez a jelentése annak, hogy az idő nem mennyiségileg mérhető, hanem a szenvedések minősége által. És meg kell, hogy értsük, egy allegórián keresztül érthetjük ezt meg, ha az ember egy kiló munkát akar elvégezni, ami ezer gram szenvedést jelent, akkor a jutalom ebből származik, és ahogy ezt a bölcseink mondják, ők sokkal jobban meg vannak jutalmazva ezáltal, mint a szenvedés elmaradás által. Tehát az embernek, mielőtt jutalmat kapna, el kell érni az állapotot, hogy az edényét megváltoztassa, mert nincs edényfény nélkül. Azaz, nincs kitöltés hiány nélkül, és a munka, amit az ember kap, az, egy, az a megszerzés kvalifikálása a megfelelő igény irányába. Tehát ezután kiderül, hogy az ember azt az érzést kell, hogy megkapja az új edényeiben, ami a teremtő irányul. Tehát mondhatjuk, hogy az ilyen ember 1000 gram hiányt teremt elő, Mennyiségileg és minőségileg, és az ember nem tud 10 percnél többet megvizsgálni naponta, és ezért hetente legalább 10 percet érzékelnie kell, vagy a teremtőtől való távolságot, de lehet, hogy ez csak 10 perc havonta, és ez hasonló ahhoz, ahhoz hogy az ember a, a szenvedéseit milyen minőséggel éli meg, hogy mennyire emlékezteti ez arra, hogy a teremtőtől van távolabb. Bár ez fáj neki. Ez nem annyira borzasztó, tehát, tehát nyilván a sóvárgása az megjelenik és kiderül, hogy a minőségéleg az embernek egy szabad választás jelenik meg, hogy meg tudja tapasztalni a munkának a folyamatát és a szenvedést. Egészen a végéig, addig, amíg el nem jut abba az állapotba, hogy már az Úrhoz, az Istenéhez tud fordulni, hogy meghallja annak hangját. Ilyen módon az embernek meg lesz a lehetősége az idő felgyorsítására, hogy túl tudjon lépni és fel tudja dolgozni a szenvedést. Különben pedig a szenvedések ideje megnő, és ez azt is jelenti, hogy a minőség az fontosabbá válik, mint a mennyiség, azaz, a szenvedés valójában azt fogja jelenteni, hogy távol van a teremtőt és nem más. és Tudnunk kell, hogy itt egy külön óriási különbség van a mennyiség és a minőség között, a munkának a, me a menetében. És ami úgy tekinthető, hogy az idő minősége az azt jelenti, hogy az ember nem tud elrendezni semmilyen ütemezést. Mert az időnek a minősége azt jelenti, hogy az embernek még a előtteet is lehet el kell rendeznie az életét, mert nyilván a test nem akar részt venni, a, 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 teljes lecke során azokban a döntésekben, amelyek a szenvedés más érzékelésére irányulnak, és ilyen módon vissza kell utasítani a teremtőtől való távolság érzékelését, és hogyha er, és, és, az embernek óriási karakterre és személyiség hogy meg tudja tartani az ütemezést, amit eldöntött. És ez az a cselekvés, amit, az, amit a, amin keresztül az ember akár erőltetett is, de előre tud haladni. De mennyiség, minőségileg ez nagyon nehéz, mivel az ember nem tudja önmagát megerőltetni azon túlmenően, mint amit a természete megengedne ki, és az embernek el kell jutnia oda, hogy meg tudja vizsgálni a szenvedésnek a minőségét, és a teremtőtől való távolság tartást, és akkor az ember gyakran eljut egy állapotba, amikor nem törődik ezzel, és ebben a pillanatban még az ember nem is tudja, hogy mit kezdjen, hiszen a változásokat nem tudja megragadni, és ilyen módon megzavarodik. Ez okoz a számügyetésnek a valódi érzékelését, mert nehéz a számunkra a szükséges mennyiség, a szükséges mennyiségű vágyat elérni, sokkal inkább egyszerűbb lenne a, a minőséget elérni, ami azt jelenti, hogy az embernek látnia kell, hogy melyik állapotban tudattalan és érzéketlen, és bár távolságban van a teremtőtől, ez azt jelenti, hogy mégsem érzi az életnek a hiányát, azaz az emberek akkor nincs más választása, mint a teremtőz imádkozni, hogy adjon neki valami fajta életet. És ilyen módon éreznie kell, hogy milyen, mennyire veszélyesen beteg, és az a betegség mennyire megmérgezi a lelkét. És az ember de akkor el kell jusson abba az állapotba, ahol egy ilyenfajta visszautasítást érez, amikor még ahhoz sincs ereje, hogy imádkozzon ennek a visszautasításnak a megszűnéséhez, hanem sokkal inkább a tökéletes érzéketlenség állapotában csúszik, ezt nevezzük úgy, hogy az ásványi állapotban van, azaz teljes egészében érzelmetlenül hever, és ebben az állapotban kizárólag a közösség tud segíteni. Tehát van néhány bejelentésünk, mielőtt befejezzük. A Kabala kongresszus Franciaországban egy mindenki, mindenki egyért. Ez május 1, 9 -11. Ez egy egység kongresszus. Leckéket adunk, kulturális ö, események lesznek. Workshopokra, Vlajtmannal, péntektől vasárnapig. Mondják a címet, Párizs mellett. Hol lehet regisztrálni? Aztán a Tallini Oktatási Kongresszus, építsünk együtt egy jövőt, május 1-3, Tallin, Észtország, kelet Európába hívunk rá barátokat, egy Nemzetközi Oktatási Kongresszus Tallinban, kerekasztalok, nagy terjesztési tevékenység, ez e csütörtöktől vasárnapig, e hol lehet regisztrálni, stb a belső kulcs, ez a Kabala Akadémiai Tel Aviv csoportja hív meg embereket, hogy tanuljanak és érezzék egymást, mondják a címet, és köszönök mindenkit, és mindenkinek egy szép napot kívánnak.